Szeptembertől teljesen megújul Magyarország szakképzési rendszere. Tolna megye legnagyobb szakképzési iskolája is készen áll a megújuló technikumi képzés változásaira. Közlekedési, gépész, villamos és informatikai terület, valamint a szolgáltató ipar szakképesítései sajátíthatóak el az intézményben. 11 technikumi és 7 szakképzői ágazatból választhatnak a diákok. Az Adélban a technikumi képzések nyilván két részre oszthatóak. A Tolna megye és a szakképzési centrumnak a legnagyobb iskolájáról beszélünk. Itt mindig is megszokott volt az, hogy széles a szakma választék és a szakma kínálat, és az elvárás is az irányunkból, azt gondolom. A megye meghatározó szakképző intézménye vagyunk, tehát nekünk utat is kell mutatnunk, nem csak szakképesítést kell adjunk a diákoknak. Más iskolából érettségi után érkező diákok, illetve akik nem az adott szakirányból érkeztek, a technikumi képzést 2 év alatt végezhetik el. Ám akik az Ady Endre szakképző iskolába jártak, az érettségi után 1 évvel már kezükben tarthatják szakképesítésüket. Ez azokat érinti majd, akik nappali tagozaton szeretnének tovább tanulni. Azonban a rendszer lehetőséget ad arra is, hogy munka mellett rugalmas keretek között szerezze meg az ember a szakképesítését. Ez főleg a szolgáltatóipari képzéseknél jelentkezik. Fodrászoknál és kozmetikusoknál már most is nagy az igény arra, hogy ne csak nappali képzésben legyenek a tanulók foglalkoztatva. Egy-egy tanuló, vagy akár néhány tanuló is végezhet szakképesítést úgy, hogy megjelennek a tanórákon, akár a nappali képzésben is egy-egy órán, egy-egy fontosabb tartalomnál, és a képzési szakaszok így lerövidíthetőek. Korábbi tudásuk beszámítható, tehát jóval rövidebb idő alatt szerezhetik meg a megfelelő szakképesítést, megfelelő szakképzettséget. Az iskola palettáján szereplő képzéseket a munkaerőpiac igényeinek felmérésével alakították ki. Olyan gyakorlati helyeket biztosít az intézmény a tanulók részére, amelyek több esetben is hosszú távú munkaszerződést ajánlanak fel a diáknak tanulmányai befejezése után. Juhász Gábor igazgató az iskola szlogenjével zárta a beszélgetést. Mi nem tanulókat képezünk, hanem újabb mestereket.